Bak Imre 2004 és 2022 közötti alkotásait láthatjuk a Vasari Galéria kiállításán. A megnyitó amolyan búcsú is lett az idős festőművésztől, aki tavaly decemberben váratlanul elhunyt. A kiállításon Bóka István polgármester köszöntötte Bak Imre özvegyét, Albert Zsuzsát, és megnyitójában Trombitás Tamás képzőművész búcsúzott Bak Imrétől. A Helyzetek című kiállítás kurátora Fehér Dávid művészettörténész, aki Bak Imre életművének kutatója és a kiállítás katalógusának szerzője, Bak Imre tanítványa. Bak Imre művészetét alapvetően egy geometrikus gondolkodásmód határozza meg, és a geometriát a racionalitással, a teoretikus háttérrel szokták asszociálni, ami igaz is Bak Imre személyiségére, Bak Imre teoretikus alkatára. De mégis, hogyha alaposabban megnézzük ezeket a képeket, akkor szembesülhetünk azzal, hogy valójában ez egy ösztönös festészet, a geometrikus formák váltakozása, a színválasztások, a színek intenzitása egy ösztönös gondolkodásmódra, egyfajta elemi ösztönösségre is utal Bak Imre művészetében, és ahogy maga Bak Imre is fogalmazott, nagyon gyakran ezek a festmények egy-egy élethelyzetet, a létezés bizonyos helyzeteit képezik le. Ezeknek a helyzeteknek az értelmezése minden befogadónak valami módon a feladata, és persze mindenki a saját helyzeteit, a saját szituációit is lehetősége nyílhat belevetíteni, asszociálni ezekkel a jelentéstani értelemben nagyon nyitott, sokféle asszociációs mezőket megengedő műtárgyak esetén. Festményeken valódi tereket is láthatunk, belső tereinket. Az életművének lényegében egészét tekintve, de az utolsó két évtizedében különösen meghatározó témája volt két alapvető festői, festészeti és persze filozófiai probléma is, a tér és a fény ábrázolhatóságának, megragadhatóságának a problémája, és mindkét esetben Bak Imre arról beszélt, hogy ezek a tér vagy a fény, az emberi lét, az emberi létezés, az emberi egzisztencia metaforájaként is értelmezhetők, hiszen úgy tűnnek nagyon konkrétnak, nagyon megragadhatónak, hogy mindeközben lényegüknél fogva megfoghatatlanok és megragadhatatlanok. Bak Imre utolsó művét, az Örök Totem címűt a füredi kiállításra festette még novemberben. Ez a kép ténylegesen záróképnek is készült, nem csak kiállítás záróképnek, hanem Imre úgy gondolt rá, mint az utolsó festményére. Az, hogy tényleg utolsó festmény lett, és ilyen váratlanul és tragikus körülmények között, erre persze senki sem gondolt. Tulajdonképpen egy átlépési pontként is értelmezhető ez, az itt és az ott, a lét és a nem lét, a még nem és a már nem, az immanencia és a transzcendencia, a fizikai és a metafizikai világ között, és hát persze ennek az értelmezési iránynak különös súlyt ad az, hogy ez ténylegesen egy életmű záró kép. Ez a kép keretezi a kiállítást, és az Imre életművének is bizonyos szempontból a keretéhez tartozik, egyfajta végpontjaként, ami ugyanakkor számos gondolatmenetet elindíthat, és nagyon remélem, hogy ez a kiállítás is sokakban el fog indítani ilyen gondolatmeneteket. A Helyzetek című kiállítás, ami a Veszprém Balaton Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával valósult meg, május 1-ig várja a nézőket a Vasari Galériában.